A német Bundestag elfogadta az önrendelkezési törvényt. A pénteki népszerinti szavazáson a plenáris ülés többsége megszavazta a törvényt, amelynek célja, hogy a korábbinál sokkal könnyebbé váljon a nemre vonatkozó adatok megváltoztatása a hatóságoknál. A törvény novemberben lép hatályba, akkortól évente egyszer bárki megváltoztathatja a nemét és a keresztnevét orvosi igazolás és bírósági végzés nélkül. A 14 év alattiaknál szülői beleegyezés szükséges. Zoltán. Köszönöm szépen, Áron. Köszöntöm ismét a nézőket, és először Noa Katalinhoz, berlini tudósítónkhoz kapcsolunk a témában. Jó napot kívánok, Katalin! 2022-ben mutatta be a német kormány azokat a terveket, amelyekkel megkönnyítik a transzneműek hivatalos nevének és nemének megváltoztatását. Viszonylag rövid időn belül már módosítják is ezt a jogszabályt, enyhítik. Mivel indokolja a kormány ezt a döntést? Jó reggelt kívánok! Az önrendelkezési törvény megszavazását megelőző vitában a Bundestag egyik transznemű képviselője szólalt fel először. Ő egy 30 éves zöldpárti politikus, aki 2011 óta nőként él, fiúként, férfiként született, és elmondta, nagyon sok nehézséget okozott neki, hogy például a személyi okmányai ellenőrzésekor ugye himneműként, férfiként szerepelt a dokumentumban, viszont női külsővel. Ő egyébként a régi szabályozás, az 1980-as szabályozás szerint változtatta meg a nemét, illetőleg a nevét. Ezt a szabályozást egyébként főként a baloldali liberális politikusok elavultnak, korszerűtlennek, sőt diszkriminatívnak tartották, hiszen meglehetősen bonyolult szabályozás volt, tehát a helyi bíróságokon lehetett kezdeményezni a nemváltoztatást, és egyfajta pszichés betegségként kezelték magát a jelenséget, pszichés sérültként kezelték a transzneműeket. A bíró akár többször beidézhette a delikvenst, és többek által kínosnak tartott kérdéseket intézett hozzá, többek között például azzal kapcsolatban, hogy legalább 3 éve érzékelje már azt, hogy más neműnek tartja magát, vagy hogy mennyire tartja tartósnak ezt az érzést, ezt az állapotot. Németországi bíróságok többször alkotmány ellenesnek minősítették ezt a szabályozást, és a baloldali liberális pártok javasolták ennek az egyszerűsítését. Az új szabályozást pénteken fogadta el, pénteken szavazta meg a Bundestag. Ennek értelmében bárki megváltoztathatja egy éven belül szabadon a keresztnevét, illetőleg a nemét. A kiskorúakra is kitér a szabályozás. Itt a 14 év a bűvös életkor, a 14 év alattiak esetében a szülőknek kell beadni magát a kérelmet. A 14 év felettiek esetében nagykorúságig ők maguk is beadhatják a kérelmet, viszont szülői beleegyezés szükséges hozzá. A Bundestagban heves vitát váltott ki ez a szabályozás, főként az ellenzéki pártok támadták. A CDU-CSU pártszövetség többek között azzal vádolja, azzal bírálja ezt a törvényt, hogy bárkire vonatkozik a szabályozás, és hogy rendkívül egyszerű ez a változtatás, és hogy a kiskorúak, tehát a fiatal és gyerekkorúak védelmét nem garantálja ezáltal a német állam, de gyakorlatilag visszaélésekre adhat okot ez a szabályozás. Az AfD pedig egészen egyszerűen ideológiai célú, ideológiai jellegű módosításnak nevezte az új törvényt. Érdemes megnézni azt is, hogy Németországban hány transznemű él. Becslések vannak egyébként erre vonatkozóan, pontos adatok nem állnak rendelkezésre. Van például egy olyan érdekes adat, hogy 1991 és 2020 között több mint 30 ezeren, egészen pontosan 32.236-an kezdeményezték a nem és a keresztnév megváltoztatását, de egy adott éven, 2020, a 2020-as éven belül 2687-en voltak azok, akik a nemüket, illetőleg a keresztnevüket megváltoztatták. No, Katalinnak köszönjük szépen a jelentkezést, és folytatjuk a témát ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogásszal. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Katalin említette, hogy a bírálatok között a kiskorúak helyzete merült fel. Kérem, hogy akkor folytassuk mi is ezzel, hiszen a törvény a 18 év alattiakkal kapcsolatban is rendelkezik, és az orvosi igazolás, bírósági végzés nélkül is lehet nemet, illetve nevet változtatni a személyi igazolványokba. Az, hogy nincsen konzultáció, az mire ad lehetőséget?
A szabályozás jelentős része valóban az imént elhangzott, november 1-től bárki az anyakönyvvezetőhöz történő fordulással tudja a keresztnevét, illetve a nemét megváltoztatni, és kétségtelen tény az is, hogy valóban korábban az igazságügyi szakértői eljárásoktól, akár tanúk meghallgatásán keresztül családi jogi bíróság döntött abban a kérdésben, hogy valaki egy ilyen típusú folyamaton átesessen, de ez természetesen még nem rendezi az egészségügyi folyamatokat a nemi diszfória esetében, tehát a hormonkezelést, illetve a műtéti átalakító kezeléseket, viszont nyilvánvalóan egy ilyen típusú háttér egészségügyi csomagnak is megágyaz. Ez az új törvény, amely a lámpakoalícióhoz kötődik, és tudni lehet, hogy a CDU-CSU, az AfD, illetve a Zahra Wagenknecht Bund a linkéből kivált Németországban, elsősorban a keleti tartományokban népszerű baloldali politikus nő szövetsége sem támogatta ezt a valóban, ahogy szintén hallgatott az 1980-as transztörvényt felváltó jogszabályt. És hát Katalin beszélt arról is, hogy 91 és 2020 között 30 ezeren kezdeményezték a nemük megváltoztatását, de pontos adatok nincsenek a transzneműek számáról. Mégis mire lehet következtetni, milyen társadalmi igényt szolgálnak ki ezzel az enyhítéssel? Óhatatlanul felsejlik bennünk az a számos Németországban is rendelkezésre álló a Fősodratú Média által is megírt cikk, amelyben arról írtak, hogy bevándorló hátterű személyek is, ha nem feltűnően nagy számban, de szignifikáns jelleggel éltek azzal a lehetőséggel, hogy a transzneműség irányába mozduljanak el, illetve az LMBTQ közösség tagjának vallják magukat, hiszen ez által az ő visszaküldésük tilalomba ütközik a származási országukba adott esetben, ahol üldöztetésnek, embertelen bánásmódnak lennének kitéve. Érdekes egyébként, hogy az egyik oldalon a lámpakoalíció annak egyébként szexuális diverzifikációért felelős kormánybiztosa, illetve számos képviselő köztük a Noll Katalin riporterasszony által említett lengyel származású transznemű személy is üdvözölte, a szabályozás történelmi léptékűnek nevezte. Másik oldalon hangulatkeltésnek a lényegről, a háborús helyzetről, Németország háborúban betöltött szerepéről, annak jelentőségéről próbálják a fókuszt ezen pártok szerint a kormányszövetség pártjai elvonni. Tehát egy komoly társadalmi, politikai vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy egyrészt időszerű volt-e most ez a szabályozás, vagy pedig ráért volna, vagy egyáltalán van-e létjogosultsága. Egy biztos, a véleménynyilvánítás szabadságának durva korlátozását kell, hogy jelentse jogvédők számára az, hogyha valaki ártó szándékkal idézem, valakinek a korábbi nemét felhánytorgatja, nyilvánosságra hozza, akár 10 000 euróval történő pénzbírsággal is sújtható. Ami azért is rendkívül súlyos, nem csak az összeget tekintve, hanem mert a legtöbb tagállamban, így Magyarországon például a Solyom László vezette alkotmánybíróság korai szólásszabadságot meghatározó döntése alapján, különösen közszereplők esetében ez problematikus lehet, a tűrési határa a közszereplőknek jóval szélesebb körül, és hogyha például Magyarországon bevezetnének egy ilyen szabályozást, az egyértelműen az alkotmánybírósági gyakorlatba is ütközne, és hát természetesen az alaptörvényben. Ifjabb Lomnici Zoltánnak köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.